Köszöntöm Önöket június 24-én. Jó estét kívánok! Ez itt a Kolar TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Öt új zenével bővül a Kazinc Barcikai vízi játék show. Mindemellett párásító és frissítő funkciót is ellát a főtéri szökőkút. Jó utemben halad a Domboszkó iskola udvarán épülő új műhelycsarnok. Az építkezésbe a TED Képessé program tanulói is részt vesznek. A médiatábort szervez a Barcika Art Kft. Műsorvezetés, készítés, újságírás, néhány téma a tábor programjából. Holnaptól, azaz június 25-től, öt új zenével és vízképvariációból bővül a vízi játék sok az Az eddigi repertoár mellett Bizé Carmen, Verdi Aida, Jégvarázs Legyen Hó, Maroon 5 Memories és Mango Jerry in the Summertime című zenéire komponált vízi előadás láthatnak a főtérre kilátogatók esténként. A fény- és vízi játéksó alatt a továbbiakban is megtalálható majd a Karib-tenger kalózai és a trónok harca főcímzenéje mellett Havasi Balázs és Vivaldi egy-egy szerzeménye. A vízi játék minden este 19.30-tól fél óránként egészen 21.30-ig, több mint 15 percen keresztül tekinthető meg, pénteken és szombaton pedig 22 órától az egész repertoárt csodálhatják meg az érdeklődők. Örömünkre szolgál, hogy a vízi játék kiegészül új öt elemmel. Új zeneszámok kerülnek bemutatásra, egészen új koreográfiával, és gyakorlatilag egy új élményt tudnak nyújtani a lakosságnak, illetve az ide látogatóknak. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy vízjáték só közben bemenni, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek roppant veszélyes, mivel egyrésztről a fúvókák azok balesetet okozhatnak, másrésztről az vegyszerezett víz, és a vegyszerezett víz az az egészségre káros hatással lehet. Holnaptól a hőség miatt a viziáték naponta 10 és 18 óra között folyamatosan párásító, frissítő funkciót lát el. A párásítás ivóvízzel történik. Ilyenkor nyugodtan be lehet sétálni, sőt, mindenkinek javaslom is, hogy sétáljanak be, mert hogy ebben viszont semmilyen káros anyag nem található. A vízi só és a pára funkció az két egymástól elkülönülő, ezért az egyikben be lehet menni a párásító funkcióban, a viziáték játék közben tilos, szigorúan tilos. Mint ismeretes a rendkívüli turisztikai látványosság, mint egy 30 köbméter szűrt és fertőtlenített vizet forgat meg, amelyet több mint 50 egyedileg és külön programozható fúvóka emel a magasba. A feltörő látványos vízoszlopokhoz kapcsolódó fényjáték megjelenítéséről 54 különálló, szintén teljesen egyedileg vezérelt lámpa gondoskodik. A zenét 8 darab, nagy teljesítményű, időjárás álló hangfal biztosítja. Jó halad a TED Képessé program részeként a műhelycsarnok építése, a Domboszkó szakiskola, középiskola és gimnázium udvarán. A beruházás érdekessége, hogy alvállalkozóként a képzésben résztvevő tanulók is munkájukkal nagyban hozzájárulnak az épület megvalósításához. A tetképessé képessé szakképzés fejlesztési mintaprogram célja a szakképzési rendszerben a lemorzsolódással veszélyeztetett 16 éven felüli 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok képzésben tartása. A projekt része egy több mint 1100 négyzetméteres műhelycsarnok építése. A műhelyiskola tanulói közül a falazó kőműves tanulók dolgoznak az építkezésen, akik fő és válaszfalakat raknak fel. Az építési ütemterv alapján a szobafestők július 29-én fognak bekapcsolódni a, a munkálatokban. Akkorra már kész lesz a műhelycsarnok teljes belső szerkezete és belső helyiségei is. és A csarnok belső szerkezetét, illetve a helyiségek ö, teljes felületét a szobafestőink fogják a mentorok irányításával festeni. Ö, ott is ugye ez lesz az egyik fő kritérium, hogy időben be tudjuk-e fejezni, tehát itt egy picit az is motiválni fogja a gyerekeinket, hogy teljesítményben mit tudunk produkálni, illetve hát ők arra nagyon büszkék a köművesek is, hogy maguknak építik az iskolájukat. A csőhálózat szerelő és a fémipari gyártás előkészítő tanulók az építkezés egy későbbi szakaszában lépnek be, amikor épületgépészeti munkálatokat fognak elvégezni, majd a beruházás utolsó részeként a textilipari tanulók a függönyöket, sötétítőket fogják varni. A szakmai tanítás mellett én nagyon fontosnak tartom, hogy hogyan állják meg majd a fiúk a munkaerőpiacon a helyüket. És ennek az építésnek köszönhetően ugye megtapasztalják, hogy egy építkezésen milyen írott és íratlan szabályok vannak, az írott szabályok, ugye a munkavédelmi szabályok, hogy miket kell betartani. Az íratlan szabályok pedig azok, hogy egy-egy ilyen építkezésen több kivitelező csoport is dolgozik, és egymásra is figyelni kell, egymáshoz is alkalmazkodni kell, mert mindenkinek határidőre teljesíteni kell a munkáját. És ez nem lehet tanuljai körülmények között megtapasztalni, ezt muszáj ilyen élesben. A TED programban 40 diák vesz részt, akik a szakképzésből egyébként lemorzsolódtak volna. A műhelyiskolai képzés lényege, hogy a tanulók mester-diák kapcsolatban műhelyben végzendő gyakorlati munka által tanulják meg a részszakmák fortiait. A műhelyiskolai képzésben résztvevők a fémipari gyártás előkészítő, a falazó kőműves, a szobafestő, a lakás textil készítő, valamint a csőhálózat szerelő szakmákat sajátíthatják el. Üzemszerűen működik és használják is a főtéren az automata nyilvános illemhelyet. A főtér felújításának második ütem részeként a lakók által régóta áhított nyilvános illemhely ezen a területen kapott helyet. A téren lakók visszajelzései alapján szükség volt rá, ugyanis a felújított tér sok látogatót vonz. A nyilvános illemhely a gyakorlatban is hosszú távon szolgálja az itt pihenők kényelmét, ugyanis az utcabútor jellegű WC automatikája a padló és WC mosó berendezésnek köszönhetően a teljes felület padló WC csészetisztán tartásáról is gondoskodik. Az automatika az illemhely kihasználtságától függően képes arra, hogy akár minden használó után takarítson, vagy csak alkalmanként esetleg naponta tisztítsa meg a helységet. Fontos szempont, hogy a a fogyatékkal élők is könnyedén tudják használni az illemhelyet, ezért a belső tér kialakításnál ügyeltek arra, hogy azokat mozgássérültek vagy az idősebb korosztály tagja is könnyedén igénybe vehessék. Az illemhely 100 forintos érmével működik, a pénz bedobása után 20 perc áll a használó rendelkezésére. A garantáltan vandálbiztos épület füstérzékelővel és könnyen használható kezelő felületével remélhetőleg hosszú évekig szolgálja majd a főtér vendégeinek kényelmét. A Kazinc Barcikai Hadigondozottak Egyesületének tagjai a Bocskai téri Felső Barcikai Református templom előtt található hősi emlékműnél rótták le a tiszteletüket a háborúból vissza nem térő hősök előtt. A múlt vasárnapi megemlékezés a béke jelentőségére hívta fel a figyelmet. A Bocskai Téri felsőbarcikai református templom előtt található hősi emlékművet a község lakossága 1931-ben állította az első világháborúban hősi halált halt 13 falubeli tiszteletére. A második világháború helyi hőseinek neve 1990-ben került az emlékműre. Nekünk a Kazing barcikai hadigondozatok egyesületek tagságának szükségszerűen és kötelesség tudatossággal kell megemlékeznünk városunk és vonzás közvetünk még meglévő hősi emlékművek előtt. Ma a Bocskai téri 12. században épült felső barcikai református egyházközség temploma előtt hősi emlékművet kerestük fel, tiszteletünk jelél. Egyesületünk példamutatásként veszi e tér hagyományőrző jellegét, a hőseink emlékét és hazánk nemzeti tragédiáként is elismerő aradói vértanúk emléktábláját, valamint a trianoni emlékművet. Ott fenn olvashatjuk Babics Mihály felkiáltását, legyen béke már! A másik oldalon Völös Mihály szózatából hazádnak rendületlenül légy híve, magyar! A Szentmise és a Megemlékezés utána résztvevők koszorút helyeztek el a hősi emlékműnél, a megemlékezés virágait Kazincbarcika város önkormányzata nevében, Bukó Géza önkormányzati képviselő, a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület tagjai a felsőbarcikai református gyülekezet, valamint a Kazincbarcikai hadigondozottak egyesületének tagjai helyezték el az emlékműnél. Első alkalommal szervez médiatábort a Barci Kart Kft. Ha érdekel a riporterkedés, műsorvezetés, újságírás, televíziózás, fotózás világa, akkor téged is várnak a Média Központban szervezett remek hangulatú napközis táborban. A média központ munkatársai nagy szeretettel várnak minden 12 és 17 év közötti fiatalt egy rendkívül izgalmas napközis táborra július 5-e és 9-e között. A tábor és a foglalkozások ideje alatt a résztvevő fiatalok játékos és szórakoztató formában szituációs gyakorlatok során ismerhetik meg a TV világát, a hírszerkesztés, a fotózás és a kamera használat alapjait. A gyerekek teljes bejárást kapnak a média központ bizonyos helységeibe, mint például a vezérlőbe, ahonnan alap esetben az élőadásokat vezérlik a televízió munkatársai. Érdekes helység lehet még számukra a stúdió, ahol szituációs gyakorlatokkal készülnek a szervezők, illetve játékos formában a riporterkedés és a műsorvezetés világába is betekinthetnek majd a táborozók. Ezen kívül kipróbálhatják a hangfelmondó helységet, ahol a média központ kollégái szinten nap nap megfordulnak, valamint bepillanthatnak a televízió raktárába is, ahol a napi munkához szükséges kamerákat, fotós kellékeket tárolják a munkatársak. A táborok létszámainak feltöltése jelentkezési sorrendben történik, és a befizetéssel válik véglegessé. A jelentkezési és fizetési határidő június 30-a. A részvételi díj befizetése a Mezei István Művészeti Központ jegypénztárában hétköznap 10 és 17 óra 30 perc között lehetséges. Új vezetőedzővel Varga Attila UEFA prolicenses edzővel kezdi meg a következő szezonra való felkészülést a Color City Kazinc Barcika SC csapata. A klubvezetés és a vezetőedző közös célja, hogy a Color City Kazinc Barcika SC egy év harmadosztály után újra az MB2-ben szerepeljen. Megkezdte a Color City Barciga eszté csapata a 2021-2022-es bajnoki szezont megelőző 6-es felkészülését, a csapat varga Attila személyében új vezetőedzővel vág neki az előttük álló bajnokságnak. Az 51 éves UEFA Pro szakember korábban labdarúgóként is bizonyított, hiszen az Újpest csapatával magyar bajnok, magyar kupa és szuperkupa győztes is volt. Edzőként első ízben a BKV előre utánpótlását irányította. Ezt követte az MB3-as Rákosmenti KSK, majd az akkor még szintén harmadosztályú soroksár vezetőedzője lett, akikkel sikerült a másodosztályba való feljutás. Nyilván egy olyan csapat, aki a másodosztályból kiesik egy alacsonyabb osztályban, annak nem lehet más célja, mint, mint az azonnali visszajutás. Ezt is tűztük ki célul, ezért is érkeztem nyilván, hogy ha, ha más célok lettek volna, akkor, akkor én nem valószínű, hogy elvállalom a feladatot, de egyértelműen kijelentették a vezetők is, illetve én is, hogy a második hely már ugyanolyan csalódás lenne, mint a, mint a hatodik vagy a tizedik. Tehát én úgy érkeztem, hogy olyan munkát fogunk végezni, illetve mindent megteszünk annak érdekében, hogy a csapat jövőre az MB2-ben lépjen pályára. A Color City Kazincz Barcika SC kerete nagyban átalakult az első edzést megelőzően, hiszen sok új játékos érkezett a csapathoz. Jelen pillanatban 14-15 olyan játékosunk van, aki, aki új arc, természetesen vannak a keretben olyanok is, akikkel már dolgoztam együtt más klubokban, de, de rengeteg az új arc, tehát ez a hét ez még az ismerkedésről fog szólni, és a nevek megtanulásáról. Természetesen a posztokat tudjuk, minden posztra megpróbálunk két emberrel neki menni a szezonnak, de, de nyilván azért a realitás az, hogy Kazint Bacikára minden posztra azonos képességű játékost igazolni azért az nem egyszerű feladat. Ezt most ugye két hete keményen dolgozunk az átigazolásokon, ezt tapasztaltam. De, de de nyilván az a cél, hogy, hogy, mivel hús csapatos lesz az MB3, és nagyon nehéz szezon elé nézünk, rengeteg lesz ugye a szerdai forduló, szerda a ritmusba, kell azért olyan váltótárs minden posztra, aki, aki adott taktikához mérten a lehető legjobb teljesítményt tudja megoldani, illetve ugye nekem is ez segítség, mert, mert nem kell kisavaznom a játékosokat, hanem, hanem tudok méltóképpen belenyúlni az összeállításba. A sárgák a héten még napi egyedzéssel készülnek, amit szombaton már egy felkészülési mérkőzés is követ. A Color City Kazincbarcika június 26-án 11 órától az OTP Ligában szereplő kisvárdát fogadja majd a Color City arénában. A mérkőzés nem zárt kapus, azonban a mérkőzések látogatására vonatkozó hatályban lévő kormányrendelet értelmében a szurkolók csak védettségi igazolve léphetnek be a stadion területére. Folyamatosan lehet nevezni az augusztus 21-i kolorfutásra. A kolorfutás Night programon a verseny fennállása óta most először. A résztvevők éjszaka futhatnak versenyszerűen Kazincbarcika utcáin. A sportesemény szervezői a futás útvonalát különleges látványelemekkel, performanszokkal színesítik. A szervezők több távot is kialakítanak az eddigiekhez képest azért, hogy mindenki megtalálja a maga számára legalkalmasabbat. Többek között ismét lesznek gyermekeknek szóló futamok. A lelkes apróságok ovi maratonra és suli maratonra is nevezhetnek. Fuss, hogy segíthes címmel jótékonysági etap is indul, aminek a nevezési díjából a csillagfürt egy mikazincbarcikai tagintézményének fogyatékkal élő tanulóit támogatják majd a szervezők. A hobbi futók számára 5,25 kilométeres mini maratonnal, a határaikat feszegetőknek 10,5 kilométeres negyed maratonnal, a komoly versenyzési tapasztalattal rendelkezőknek pedig 21 kilométeres fél-maratonitával készülnek a Color Futás Night szervezői. A sportesemény útvonala a Color városüzemeltetési applikáción tekinthető meg, illetve tölthető le. A nevezésre, illetve a nevezési díj befizetésére a www.colorCity.hu oldalon már van lehetőség. A nevezés befizetés után válik érvényessé. A nevezési díj tartalmazza a versenyen való részvétel jogát, a rajtszámot, az egyedi befutóérmet, a frissítéseket, az egészségügyi biztosítást, az ingyenes letölthető online fotókat, valamint a versenybírói felügyeletet. Íreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Öt új zenével bővül a Kazinc Barcikai vízi játék show. Mindemellett párásító és frissítő funkciót is ellát a főtéri szökőkút. Jó utemben halad a Domboszkó iskola udvarán épülő új műhelycsarnok. Az építkezésbe a TED képessé program tanuló is részt vesznek. Médiatábort szervez a Barcika Kft műsorvezetés, riportkészítés, újságírás, néhány téma a tábor programjából. A Color TV híradóját látták. Műsorainkat, híreinket a Color line találják meg. Híradóval legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!